Már csak pár pillanat is kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Rajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szép jó reggelt, üdvözlöm a nézőket! Heizler András, a Mazsi Hisz elnöke, még szemüveg nélkül is fejből tudom. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó reggelt kívánok! Kérdése közene, most érkezett vissza Ukrajnából, ma találkozik a miniszterelnökkel, találkozott Tarlós főpolgármesterrel, és sorolhatnám tovább, akkor kezdjünk az elején. Mi az oka a találkozás ma a várban? Hát ez nem egy személyes találkozás lesz, azért pontosítsunk, ott leszünk vagy 200-an Magyarország függetlenségének a napját. Ról fogunk megemlékezni. Ugye június 19-én hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot, és ennek az emléknapja kapcsán hívott meg sokunkat Magyarország miniszterelnöke. Jó, értettük, ez egy nagyon szép nap, emlékezzünk együtt. Akkor ugorjunk Ukrajnában. Mi járatban volt Ukrajnában? Ukrajnába két dologért kellett mennem, és egy jó bonyolultat csináltunk, mert ugye azzal kezdtük, hogy Nyíregyházán először egy mártír megemlékezésen vettünk részt, ahol a polgármesterrel együtt kellett egy emlékező beszédet mondanom. Ukrajnába viszont egy nemzetközi konferenciát szerveztek. Ki szervezte a konferenciát? A konferenciát amerikai professzorok és amerikai tudósok szervezték, és nagyon nívós társaságot hívtak meg, és az első két napján ott volt. És az tényleg mi volt a téma? Már is mondom, nagyon nagy megtiszteltetésért, mert én voltam a keynote speaker, tehát az a megnyitó beszédet nekem kellett mondanom. A téma az antiszemitizmus, illetve a zsidó közösségek jövőjeit Kelet-Közép-Európában. Értem. És aztán, hogy be is fejezzem, az ukrajnai kárpátaljai látogatásunkat, utána azért még átmentünk Beregszászra, ahol a főkonzullal megbeszéltük az idei magyar zsidó beregszászi napoknak a programját és a szervezését. Tavaly volt az első, és idén hát annak a sikerei kapcsán megint egy komolyabb programot fogunk szervezni. Tavaly 4000-en voltak a főkonzullal. Ez a Mazsi Hisz egyedüli kezdemény, vagy a külügyminisztériummal, illetve a miniszterelnök hivatallal együtt. Ez nagyon a Mazsi Hisznek a szervezése és a kezdeményezése, és a külügyminisztérium, illetve a miniszterelnökség nagyon segít nekünk ebben. Tehát partnerek vagyunk. Tarlós Istvánnal találkozott, meg akarta erősíteni őt az indulásba a főpolgármester választásokon? Nem. Hozzáteszem, most, hogy lesznek az önkormányzati választások, nagyon sok párt képviseletében keresnek meg bennünket, mindenhol elmondjuk, hogy mi ebben nem kívánunk beleszólni, mármint a szervezet semleges pozíciót foglal el, és mindenki rábízunk a saját lelkiismeretére és ízlésére, hogy hogyan fognak dönteni. Mindenkit arra biztatunk, hogy menjen a választásra. Tehát mi mindenképpen a Mazsi Hiszt egy semleges pozícióba szeretnénk. Tarlós István ma Budapest fővárosnak a főpolgármestere, és itt ebben a fővárosban lesz a Makabi játékok megszervezés. Az európai Makabi játékokra kerül sor, így van. Július utolsó napján kezdődik, és utána egy 8 napos fantasztikusan izgalmasnak ígérkező programsorozat lesz. Ennek otthon a Budapest fővárosa adja, és ennek kapcsán volt egy megbeszélésen a Sistánnal. Bizony benne, hogy a biztonság is rendben lesz. A Dohány utcai központi zsinagóga körül építkezések folynak. Árulj el nekünk, hogy Attila Sírját keresik, vagy valami más történik ott. Nem keresünk semmit. Valójában a Dohány utca egy olyan kiemelt turisztikai látványosság, annyi turisztikai látogatóval, ráadásul a Makabi játékoknak is egy központi programja ott lesz, ahol 3000 zsidó fogott. Ezzel látható a zsidó, igen. Abszolút. Ezért született egy döntés, hogy a nemzetközi sztenderdeknek és a mérnöki vizsgálatoknak megfelelően egy olyan biztonsági rendszert építünk ki a Dohány utca köré, ami megakadályozhat egy autós vagy teherautós támadást. A költségeket kifedezi a kerület, vagy az állam, vagy önök?
Mondhatom úgy, hogy mindenki, tehát ez egy nagyon komoly költséggel járó beruházás. A kerület nagy segítséget adott, a fővárosi önkormányzat is támogatta ezt, a kormánytól is kaptunk ez ügyben támogatást, és a Makabi játékos is támogatja ezt. És természetesen a saját forrásaink is benne. Tehát így nézőinket meg tudja nyugtatni, hogy az aktuális európai Makabi játékok teljesen biztonságban fognak lezajlani. E témában is tanácskozott valakivel? Én azt tudom mondani, hogy mindenki mindent megtesz annak érdekében, hogy biztonságban lesz ez az eseménysorozat. Ugye annak idején elkezdtük a látogatásunkat és a beszélgetésünket Pintér Sándor belügyminiszter úrnál, aki megfelelő struktúrákat hozott létre annak érdekében, hogy a játék biztonságban garantált legyen, nemzetközi kapcsolataikat kiépíthetik, stb. Ebben az ügyben, és éppen tegnap a 7. kerület polgármesterénél jártam, ahol a kerület rendőri vezetői is ott voltak, és a kerületben a zsidóknak a biztonságával kapcsolatban folytattunk tárgyalásokat. Megnyugtató volt a polgármesternek és a rendőri vezetőknek a hozzáállása is. Elnök úr, vége van a választásoknak a sípucába. Van Mazsihisz elnök, készen állnak a csapatok, a harci zajnak vége? Úgy gondolom, hogy az a nagyon éles harci zaj az mostan lecsendesedik, de hát mi egy zsidó közösség vagyunk, tehát vita nélkül itt nem fognak a dolgok zajlani. Én azt írtam a barátaimnak, a közülési tagoknak, vezetőknek, hogy a vita az épít bennünket, tehát hogy nagyon sok olyan kérdés van, amit végig kell tárgyalnunk, de ha hozunk egy döntést, akkor a döntés mögé mindenkinek kötelezően be kell állni. Hogyha ezt nem csináljuk meg, akkor gyenge szervezet leszünk. Hogyha ezt megcsináljuk, akkor a viták a legjobb megoldást fogják hozni, és utána mindenkinek mögé kell állni. Nem lehet kilógni, nem lehet fofákat vágni, nem lehet vinyogni. Akkor csinálni kell, amit a közösség döntött. A magyar kormány határozata értelemben az egyházi kórházakat magasabb szintre emelik. A Mazsihisz a soron következő kórház, amely komoly állami támogatással újjáépül, megszépül, és egyetemi kórházzá alakul. Hol tartanak? Szépen haladunk a dologgal, de azért, hogy mondjam, hogy nem a Mazsihisz kórháza, hanem az összes egyházi kórház megújul. Valójában sorra vette a kormány az egyházi kórházakat, és mindenhol komolyabb fejlesztéseket indítottak el. Voltak, akik türelmetlenkedtek, hogy mi lesz a mi jó kis szeretett kórházunkkal. Én mindig nyugtattam mindenkit, hogy mi is sorra kerülünk, és ez így is lett. 4,8 milliárdos maga a fejlesztés, és a végeredményben pedig egy 21. századi geriátriai központot szeretnénk létrehozni. A kormány egyre több alkalommal ad lehetőséget az egyházaknak, hogy részt vegyenek a szociális, egészség és oktatási szolgáltatásokban. A Mazsihisz a jövőben milyen újabb feladatokat vállal magára? Ugye a kormánytól függetlenül ugye a mi egyik nagy gondunk, hogy a szociális rendszer az elmúlt 70 évben az kimondottan a holokauszt túlélőkre koncentrálva épült ki. Azaz sajnos hamarosan itt hagynak. És ők egyre kevesebben vannak, és mi most szembesültünk az utóbbi években azzal, hogy nincs egy igazi szociális hálója a Mazsihisznek, a zsidóságnak, pedig ez egy alapfunkciója lenne minden hitközségnek, minden zsidó közösségnek. Elkezdtük ennek a kiépítését, és mostan a Mazsihisznél egy komolyabb pályázatot is nyertünk, amelyik a második generációs holokauszt túlélőknek a szociális ellátására vonatkozik. Iskoláik szeptemberben újraindulnak, hamarosan mindenki nyári szünetre megy, lesznek-e elég hallgatók az egyetemükön és egyéb. Az egyetemen biztos, mert hallom, hogy egy picit nagyobb az érdeklődés az egyetem irányába. Az iskoláknál nem tudom, nem kaptam még információt, de hát még ugye szegények épp mostan fújják ki az egész éves fáradalmakat, tehát most mindenki inkább a nyárra készül. Természetesen az iskoláknak megvan a feladatuk, hogy fölkészüljenek a szeptemberi kezdésre, megteszik. Utolsó kérdésem, már látom, időn bejáróban van. Hamarosan átköszönt a múzeumok éjszakája. Már egy tradíció, hogy a Mazsihisz
zsidó levéltára és múzeuma aktívan részt vesz, és az egyik leglátogatottabb objektum, annak ellenére, hogy csak mocáskor, azaz az ünnep kimenetele után nyitja meg kapuit. Így lesz ez, ez idén is? Idén is a korábbi tradícióknak megfelelően fogjuk csinálni. Magát a zsinagógát is bemutatják. Igen, a zsinagógát, a múzeumot, a kertet, tehát egy nagyon színes és nagyon izgalmas programot tudunk ajánlani a látogatóknak, és valóban minden évben hatalmas sorálás van a zsidó múzeumnál és a zsinagógánál. Kedves nézőim, nem vagyunk semmi ünnep előtt, mégis egy egyházi vezető nálunk járt, és csupa pozitív eseményről számolt be, pedig mégiscsak meleg van kint, de úgy látszik, hogy a stúdió hűtője jó hatással van a zsidó vezetőkre, és pozitívan nyilatkoznak. Legyen szép hete, és készüljenek nem csak a Makabiára, hanem a közelgő ünnepekre és mindenre. Köszönöm, hogy rendelkezésünk állt. Az elmúlt negyed órában, szűk negyed órában Hezer Andrást, a Mazsi Hisz újra választott elnökét látták és hallották. Előzetesek és jövünk vissza, tartsanak velünk. Köszönöm szépen.